Ha valakinek föltennék a kérdést, hogy az alumínium az oldódik-e a vízben, azt hiszem, hogy egyértelmű lenne a válasz, azaz, hogy nem. Nem oldódik. De vajon miért? Ha megnézzük az alumíniumnak a standard potenciáját, -1,66. A víz redukciójának a standard potenciája -0,83. Na most azok a fémek, amelyeknek a standard potenciája -0,83-nak kevesebb, azok elvileg oldják a vizet. Mint például a nátrium. Tudjuk jól, hogy az alkáli fémek azok nagyon hevesen oldják a vizet, és minden olyan fém, amelyik a standard potenciája ennél kisebb, elvileg oldja a vizet. Vajon az alumínium miért nem? Miért nem tapasztaljuk ezt? Ha egy repülőgép megázik, az nem fog feloldódni, hiszen a repülőgép az nagyrészt alumíniumból van. Ennek az a magyarázata, hogy az alumínium felületén egy olyan oxidréteg alakul ki, amely tömör és ellenálló. Ez megakadályozza az oxidálódást. De mi történik akkor, hogyha ezt az oxidréteget valamivel megbontjuk? Ebben a kísérletben azt fogjuk látni, hogy ezt az oxidréteget kémiai úton meg fogjuk bontani, és ebben az esetben az alumínium már bontja a vizet, illetőleg a levegő eloxidálódik. A megbontáshoz higanyt fogunk használni. A higanyt higany-2-klorid oldat formájában fogjuk felhasználni, és a kísérlet első részében egy alumínium drótot fogok belehelyezni egy kis ideig ebbe a higany-2-klorid oldatba. Na most mi fog ilyenkor történni? Ha megnézzük a higanynak a standard potenciáját, akkor látjuk, hogy erősen pozitív, nagy. Ez azt fogja jelenteni, hogy az alumínium oxidálódni fog, és redukálni fogja a higanyt, és fémhigany keletkezik. A fémhigany amalgámmal képez az alumíniummal, és ez az amalgám már korán sem olyan ellenálló, és ennek az lesz a következménye, hogy az ilyen módon megbontott alumínium vizet is bontani fogja, illetőleg a levegő eloxidálódik. Leöblítjük róla egy kis vízzel a higany oldatot, majd belehelyezem egy képzsőbe, amiben víz található, és csinálok egy kontrollt is, egy másik képzsőbe olyan alumínium drótot fogok belehelyezni, amit előzőleg nem tettem higany oldalra. És a kettőt majd össze fogjuk hasonlítani. A kísérlet második részében egy mindenki által jól ismert alumínium fóliát, hétköznapi nevén alufóliát fogok elhasználni. Ezt is egy kis időre beleteszem csipesz segítségével, mint az oldalban. Belemártjuk, egy kicsit megáztatjuk.